Üdvözlök mindenkit! Fabrizio Colombo vagyok Milánóból. Szeretném megköszönni a Dental World-nek a meghívást, és a lehetőséget, hogy megosszam önökkel a tapasztalatomat és a tudásomat. A téma a GBR technika vertikális augmentációban. For the correct management of hard and soft tissue, useful to reach a long-term success. Arra fogok mesélni önöknek, hogyan tudunk hosszú távú sikert elérni vertikális augmentációban. Láthatunk az alagút végén fényt, ez egy metafora a mindennapi gyakorlatunkra. Széles keratinizált ínyt láthatunk. És itt lehet, hogy az alsó álcsont, ez pedig vékony biotípus, itt a fogak inkább háromszögletűek, sokkal keskenyebb a keratinizált íny szélessége, és sokkal íveltebb az íny lefutása a fogak mentén, hegyesebbek a papillák. Nagyon sokszor találkozunk íny visszahúzódással a hármasok területén. Egy másik módja a biotípus meghatározásának, gumistoppal ellátott endodonciai tűvel, érzéstelenítést követően természetesen meg lehet állapítani az íny vastagságát. Itt látható, hogy vékony biotípusnak tartjuk azt, amikor 1 mm-nél vékonyabb az íny vastagsága, közepesnek, amikor 1 és 2 mm között van, és vastagnak, amikor 2 mm-nél vastagabb. Joseph Kahn publikált ezt a cikket 2010-ben. És ő számolt be arról, hogy nagyon sokszor, amikor a parodontális szonda átlátszik az ínyen, akkor azt nyugodtan tekinthetjük vékony biotípusnak. És láthatjuk, hogy nem megfelelő szélességű keratinizált íny plakakkumulációhoz és előbb-utóbb implantális, illetve vagy parodontális gyulladáshoz vezet. Térjünk vissza ehhez a klinikai esethez, amit láttunk az előbb. Látható, hogy a látszöveti viszonyok nem ideálisak implantátum behelyezését követően, nincs bukkálisan szinte semennyi feszesíny. A vesztibulum teljesen beszűkült. Látható két bukkális profil jelenléte. A kékkel jelölt határvonal a feszes és az elmozduló látszöveti határ. A fehér vonal az augmentált terület határát jelenti. És a két vonal közti területen el kéne, hogy érjük, hogy feszes keratinizált látszövet legyen. Ez